Mit kapott? Elektroszokkot. Mi nem kapott? Ott írtam egyébként egy nagyon jó. Nem bírom. Ezt nem bírom, szóval. Na, akkor felolvastam a hírt, amíg magadhoz térsz. Mondjam, hogy iratkozzanak fel? Jó. Mert már megy, ugye? Nem mondjad. Na, mit kell mondani? Iratkozzanak fel. Mondd egyszer te. Te is ne, tudod azt mondani. Szólsz akkor, igen. Most szóltam. Mondd, hogy iratkozzanak fel. Mire? Már megy, hát megy a felvétel. De mire? A YouTube csatornánkra iratkozzanak fel. A YouTube csatornánkra. Felem nem kell, de itt erőszakolják a dolgot. Egy kicsit több meggyőződéssel nem tudod ezt elmondani? Iratkozzanak, ne, olyan hülyeség. Hát azt ezt nem, érdekel, ezt nem mondod, hogy a megírt szöveget nem tudsz elmondani. Bele kell nézni a kamerába, te. És mondd el, hogy 15 ezeren fölül van az oldal követőinek a száma, iratkozzanak fel, önök is a éppen YouTube csatornánk. Tegnap meséltem valakinek, nem tudja elmondani. Annak idején egyszer próbáltam sugógépről mondani valamit, és képzeldettem, emlékszem meg arra, két henger között valamilyen papírusz volt, és arra tusttollal írták fel, és így tekerték. Nem, hát és gépelték, így az ember gépelték. A szemével jelzett, hogy gyorsabban, lassabban. Gépelték rá, nem tusttollal. De nem, de állófasz gépelték. Hát lehet, hogy ne idegesíts már, hát, hogy? Te sugógépeztél, ott nem volt írógép. Egy papírra gépeltek? Hát te teljesen igen, meg. Igen, hát egy vékony papír. Hát gépelték. De állófasz gépelték. Egy tekercsre, hogy? Neked a lófasz gépelték, nekem meg a sugószöveget. Hogy fűzték valaki. De hát akkor te nem voltál sehol még, tehát akkor rádióban írtad a híreket, aha, amikor ez már megvolt. Igen. Igen, de azért mondtad, hogy mi volt a sugó. El akartál mesélni egy történetet, csak belesültél ebbe is, mint abból, hogy iratkozzanak nem, fel. Nem, azt beszéltük meg, hogy végre vidd le szót, hogy mit hallottál reggel a Kossuthon? De mondd már el ezt a sugógépet. A sugógépet nem mondom. Mindegy, Balogh Zoltán mondta el a Kossuth rádióban a reggeli imát, ma, csütörtökön. Ma csütörtökön, igen. Ez most jött ki ez a hír, ma reggel. Olvasók telefonáltak be. Jellemző egyébként, hogy az újságírók nem hallgatják a Kossuthot, úgyhogy olvasói levélkel. Okay. De mit szólsz ehhez? Mi ez? Ez szervilitásnak a csúcsa, vagy nyalunk minden felé? Ezeknél ez egy bevett gyakorlat. Sőt, szerintem bement, és a püspöki gyűrűt mindenki megcsókoltatta. Hát ez a minimum. Jaj, de szép. Ez szép is. Látom, aztán mi majd kiszerkesztenek. 3/10 volt. A 30. házassági évfordulónkra csináltattam Avasnénak 3/10-es, és alul egy igazi fekete igaz gyöngy, és aztán Zsófi 4-5 éves lehetett, letépte a nagyanyja nyakából a wellnessben, aztán nem is lett meg. Na, de a gyűrű megmaradt benne. Amit én igazán mesélni akartam, az, hogy sokáig, nem azt mondom, hogy eltemettem magamban a történetet, és most jött elő, hogy ez a kegyelmi ügy szóba került, és hogy ez a nyomorult K. Endre szabadon jön meg. Ez legyen az állandó jelzője, ez jó. Igen. Nyomorult. Azt képzeld el, és most jó van, ahogyha befognád. Tehát olyan 20 évvel ezelőtt, 15-20 évvel ezelőtt a Váci börtönben írtam egy könyvet, ami nem jelent meg, kifizették, nem is fizették ki, csak félig, meddig, de mindegy, és egy elítéltet csináltam interjút. És gyilkosságot ítéltek meg, kapott, vagy ítélték el 15-20 évet. Beszélgettünk, és ezzel csak azt mondja, hogy hát ő volt már egyszer itt a börtönben, akkor betörésekért ítélték el, már nem emlékszem, 6 vagy 8 évet kapott, és most figyelj. 6 vagy 8 évet. 6 vagy 8 évet kapott, és 68-nak lehetett hallani, igen. Artikulálj, Herik, valaki igen. Vigye már ki. 6 vagy 8 évet. 6 vagy 8 évet. 8 évet kapott, és azt mondja, 2 vagy 3 év után unta magát. Egyszerűen unta magát, és úgy gondolta, ki kéne menni. Üzent, nevet nem mondok. Jobb. Azért nem, mondhatnám, mert az ország egyik leghíresebb ügyvédje volt, már nem élt. Könyörgöm, ne. Hogy jöjjön be hozzá. Bement, és mondta, hogy ő ki akar menni. És megkérdezte ez a bizonyos sztárügyvéd, akkor már idős ember volt, és mennyi pénze van? Azt mondja, rengeteg. Itt ott elásta, eldugta a milliókat. Egyébként a pasasról csak annyit, hogy a Maszkó királynak hívták, főleg bizományi áruház páncélszekrényeit törte fel, és kurva sok pénzt keresett,
vagy lopott, rakott lopott, félre, igen. Lopott. És mondott egy összeget, nem akarok hülyeskedni, nekem úgy rémlik, olyan 4 vagy 6 millió forintot mondott az öreg ügyvéd 20 évvel ezelőtt, hogy ez ennyiből ki tudja vinni. Következő történt, az ügyvéd előállított papírokat, orvosi, igazságügyi szakértő papírokat, hogy súlyos beteg, halálos beteg, stb. Erre hivatkozva, egyébként ezt most emlegették a Kándre kapcsán is, hogy méltányosságban szoktak például egészségállapotra hivatkozva kegyelmet adni. Na, beadtak egy kegyelmi kérvényt, hogy halálos beteg, stb. Ezt megint nem mondok nevet, az igazságügyi minisztériumban valaki aláírta, ez felkerült Göncz Árpádhoz, és Göncz Árpádnál valaki, nevet megint nem mondok, a legaljára tette az iratoknak. És a újabb kérvény kapcsán szabad lábra helyezték, hogy otthon haldokoljon, haljon meg. Miért legalul már nem volt akkor a figyelme az elnök úrnak? Nyilván, hát persze. Az aláírásra váró papírok között a legaljára tették. A csávó szépen kisétált, azt a néhány milliót megkapta az ügyvéd, megkapta az igazsági minisztériumban valaki, de és szépen elbatyogott. Így lehet kijönni néhány millióval kegyelmi kérvény benyújtása után. Hát lehetett egyszer, de hát most már nem olyan világot élünk, Henrik. Nem vagyok benne biztos. Én most már biztos, hogy... Én abszolút nem vagyok benne biztos. Miért most nem emberek vannak? Becsületes emberek vannak. Mi normális, mindegyik automaták. Miniszterelnökünk is egy becsületes ember. Nem csinálna semmit, nem hazudna. Balogh Zoltán is egy becsületes ember. A köztársasági elnök is, Isten nyugosztalja, becsületes ember. Az igazság, ezek mind becsületes ember. De ami... Ez természetesen irónia volt. Tehát, hogyha valaki esetleg nem vette volna észre. Én vettem. De Henrik, de... Okay. Nem jól adod elő, de mindegy. Igen. De azért még így is lehetett. Igen, így is lehetett. Ne kezdjem előről, igen, mint ne, a... Isten, iratkozzanak fel. Isten mert, igen. De a lényeges kérdés az, hogy... Mi? És utána gyilkolt ez a pasas, akit kegyelmi kérvénnyel először elengedtek, mint mackóst? Megpróbálom a 2 perc alatt elmondani. Kijött, és elhatározta, hogy olyan sok pénze volt, hogy normális életet él, nincs rá szüksége arra, hogy megint falat bontson, meg nem tudom. És valahol a 8. kerületben egy lerobbant, romák laktak negyedben, egy földszinti hatalmas lakás tömböt megvásárolt, tehát több lakást egyben nyitott, és valami egészen elképesztő, nem roma volt egyébként, artista családból származó magyar gyerek volt, és ott berendezkedett. Újra nősült, a felesége pont terhes volt. És semmiféle bűncselekményt nem követett el, mert nehogy a rendőrök elkezdjék nézni, hogy ki ez, mi ez, hogy szabad lábon van. És kézzel egy délután ment haza, és a gangos bérház közepén, az udvar közepén egy roma férfi verte a feleségét, hajánál fogva húzigálta, ütötte, rúgta, ő pedig úgy gondolta, hogy ezt a nőt talán mégse kellene így bántalmazni, odament, leütötte ezt a romát, közben a hangzavar miatt kihívták a rendőröket, ő meghallotta, hogy jönnek a rendőrautók szirénával, felment az első emeletre, ott tudta, hogy egy öreg néni kórházban van, ott meghúzta magát pár napig, és aztán persze körözték orba szájba, és képzeld el, hogy taxival ment ki, hogy az apjával találkozzon valahol Budán, egy rendőrautóban meglátták, sziréna, integettek, hogy álljon le, a srácnál volt pisztoly persze, és akkor azt mondta, most figyelj a taxisofőr, dehogy állunk meg. Kidőlt, egy leszerelt idegen légiós volt, és neki állt versenyezni a rendőrökkel. A gond ott volt, hogy meg kellett fordulni, és az János kórháznál lövöldöztek egymásra, mert a idegen légiós taxis mondta, hogy húzza le az ablakot, azt lője már ki a rendőrök gumiját. Na, ott lövöldöztek, és képzeld el, hogy neked is megmondja, János Kolasz bejárt, a rengeteg virágáros, mit tudom, egy virágáros nőtt szemből lövést találta, és meghalt. Na most a bíróságon az ügyvéd azt mondta, hogy ha elől van az üldözött, és hátul a rendőr, és mind a ketten lőnek, akkor hogy lehet az, hogy szemből kapja a lövést, hogyha előrébb van a tettesnek elkönyvelt artista? Mindegy. Hát azért artista ne lövöldözzön a városban idegen légiós. Egyetértek, de azt megcsináltak a rendőrök, hogy rádión felhívták a taxist, a néhány hónapos babát bevitték a rendőrségre az anyjával együtt. Na milyen az ő gyerekét a taxis? Igen, gyerekét? Igen. És az asszony könyörgött, hogy a gyerek miatt adja fel magát, meg adja meg magát, meg mit tudom én. Tehát képesek voltak a rendőrök a néhány hónapos babát bevinni, és ott...
sírásra kényszeríteni, jó, hogy a papa adja meg magát. Na mindegy, szóval ez egy jó sztori azért volt. Azért jó, hogy van egy független bíróság és egy rendes eljárás, mert ezeket tudják tisztázni, hát hiszen mindig annak van igaza, akivel beszélsz. Na, akkor azt mondta a szerkesztőnk, hogy amikor szóba kerül a következő téma, akkor szóljak neki, mert az kirakja élőben a Facebookra, és szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit a holnapi pénteki tüntetésről a Hősök terén. Nem is tudom, hogy tüntetése vagy kiállás. Amit, nem amit nem tudom. Elmenni egy tüntetés, az maga a kiállás. Nem vagy tisztában a szavak, vagy a fogalmak tüntetés, jó. Potyondi Edina a főszervező, és... Ha én azt mondta egyébként a szerkesztő, hogy menjek el én is, mert az egy kiállás, ha én is ott vagyok. Mondtam, hogy nem, én elvi alapon nem megyek tüntetni, jó ügyek érdekében sem. Szavamat felemelem. Jó, emeljük, támogatás. Tehát de, most támogatjuk őket. Támogatjuk őket. Bár nekünk csak 50 ezer nézőnk van, ugye alkalmanként. Hát ezt a tüntetést, amit véleményvezérek, a közösségi médiában dolgozó véleményvezérek, tehát a te tanítványaid, a Szabó Márton, meg a Nagy Ádám. Tudod, hogy kikről beszél? Nem. Jellemző. Mert voltál a műsorukban is, tehát ilyen nyomot hagynak benned a kollégák. Az igen. Azária ott volt. Igen, na Azária is. Megsenyekkent egy órán keresztül. Balko, azért... Hát melletted hogy a francban lehet megnyekenni, rá kell vágni az asztalra, ordítani kell veled, és egy ilyen illedelmes, vagy ez, ők illedelmes gyerekek egyébként, hát nem de, veszik magukra. Tovább mennénk, azt akarom elmesélni. De közbe vágtál megint, ők ilyenkor elhallgatnak, én meg nem hallgatok. Nem, amikor, nem. Az van, hogy ezt megértem egyébként, de fontos elmondani, mert ugye mondtad, hogy ez a református... Bányai Judit. Hogy hívják ezt a református püspököt? Balogh Zoltán. A Balogh Zoltán mondott reggeli. Egy évvel fiatalabb nálam imád. Ez az öreg hülyete. Igen. Ez egy évvel fiatalabb nálam. Ne öreg hülyezi, ez nem szép, azért mégis öreg püspök. De hát... Most még. De lehet, hogy amikor adásba kerül, már nem lesz az. Mondjuk nagyon inkább, remélem. Mondjuk inkább vénmarhát az és egy vén, és egy, az püspök? Olyan népies. Jó, legyen. Na, mindegy. A lényeg az, hogy tizenvalány éve... A tróger az milyen? Az pejoratív. Az se illik a püspökre, mert nagyon nem mondjuk akkor rá. Na, tizenvalány évvel ezelőtt volt nekem a bükkben... Volt nekem a bükkben 120-140 hektár erdőm, és ott volt Közép-Európa. Mit rögsz? Azt, hogy valami cíkben 140 hektár Közép-Európa. 120-140 hektár Európa. Igen, mert bizonytalan volt. Közép-Európa azért, figyelj, azért, mert például megbüntettek, hogy az erdőmben valamit nem végeztem el. Hát mondom, papíron az rét. Erre azt írják, igen, de már beerdősült. Mi az, hogy erdő? Rét beerdősült. Na mindegy. A lényeg az, hogy építettem egy offroad pályát, több bajnoki futam volt, imádták. Közép-Európában páratlan volt. Természetvédők ott próbáltak okoskodni. Ezt miért csináltad? Téged érdekelt az nem, offroad? Volt egy Land Roverem, és én is akartam az amatőrököt versenyezni. Lehetett, mindent lehetett csinálni, hatalmas szintkülönbség volt. Na, mindegy. Na, csináltam megyek. Magadnak egy versenyt. El akartam adni az erdőt meg az offroad pályát, és egy bankát vittem magammal, mert a bankát érdekelt. És kiderült ez a srác, egyházi egyetemre járt, na most vagy a Pázmány, vagy a Károli, vagy valami ilyen kamu szar, és... Nem mondunk ilyet. De mondunk. Nem mondunk. Hát azért, ilyet. Na hát most... A püspökre sem mondunk. Akkor valaki azt mondja, hogy a jogász vagyok, és hol végzett? Hát a Pázmányon. És akkor mondják azt rá, hogy Jézus Mária, amikor azt mondod, hogy jogász vagy, nem akkor, amikor meglátnak. Én nem mondom, hogy jogász vagyok, jogvégzett vagyok. Meglátnak, és azt mondja, mondom, jogvégzett vagy rajonganak érte. Igen, bocsánat, tanítottam az ELTE jogi karán is. Na. Mit csináltál? Eltanítottam az ELTE jogi karán is. Hova artikulálj? Artikulálj, hogy értsük. Jó, na, mindegy. Mentem ezzel a bankára le, és kiderült, hogy valamik egyházi egyetemen hökös volt. És közelről ismerte a Rétvári Bencét és a Balogh Zoltán. És kérdeztem, hogy... Én már elhatároltam. Mi a vélemény erről a két fazonról? És akkor mondta, hogy a vallásos gyerek keresztet vetett, meg egy kicsit fohászkodott, és azt mondta... A Rétvári jelzőjét, amit leírtál, azt itt nem mondd, kérlek szépen. De a Rétvári egy patkány, mondta a srác. A Balogh Zoltánnal nem elnéző értek volt, mert azt mondta... Kikérem magamnak, Erik, és egyedül mész a bíróságra. Kérjed. De okay. Hogy megyek, mit? Hát nem én mondtam. Ja, ő mondta, persze. De hát egyébként mondta. Az egész egyetem tudta, hogy a Rétvári mi fánterem. Ezt így megáll jogilag? Abszolút megáll, bízd ezt rám. Jó, én elhatárolódom, rábízom. De olyan vagy, mint a gyárfás. Na minden, ezt majd elmesélem. Egy tőről fakadunk. És a Balogh Zoltánra azt mondta, a hosszú gondolkodás után, hogy érdekvezérelt ember. Igen, ez szép. Ez szép. Érdekvezérelt ember.
De ezen hosszan kellett gondolkodnia, hogy hogy lehet ezt kimondani. Na most, gondolom, veled együtt, velem együtt mindenki látta, hogy Balogh Zoltán nyilatkozott, igen. Hibát követett el, stb. Hoppá! Mi történt? Hoppá! Eszembe jutott valami. Egyébként, ha ki kell menned, én tudom folytatni van, bárhol. Én tudom, hogy neked nincs pénzed újságokra, de nekem van. Én kérlek szépen, nem tudom, mert itt egy árva ember van itt a műszaki berendezések környékén. Meg tudjuk mutatni ezeket a címlapokat? Hát nyilván nem. Dehogy nem, csak tarts, ne remegjen a kezed. Nem remeg a kezem. Jó. Akkor már jó, már mindenki látta, igen. Na, ott nézd, ott a monitoron látszik, hogy lehet látni. Látod, Harry? Nem látok semmit. Orbán Viktor fuldoklik a vízben, mert hogy nagy szarban van. Megmutatom, add ide. Segítek Harrynek. Ez az ellenzéki Magyar Narancs, és az Orbán Viktor szívéhez közel álló Mandiner. Ott van a két lemondott hölgy, Novák Katalin és Varga Judit, és mi az aláírás? Emelt fővel. Az emelt fő az jól jön, mert amikor fuldoklik az ember a vízben, mint a Magyar Narancsban, ez kifejezetten jól jön. Én csak azt akarom mondani, hogy ez a Balogh Zoltán már miniszterként minden gazemberségben benne volt, egyetemügy, filozófus per, amit el tudsz képzelni, mindenféle szemétségben benne volt, és én abszolút kinéztem belőle, hogy a politika pályája után megcélozta a magyarországi református egyház legmagasabb tisztségét, a zsinati elnökséget. El is nyerte. És el is nyerte, mert hogy 10 milliárdokat nyomott bele, mert egyébként annak idején Orbán Viktor úgy döntött, hogy a református. Lehetett volna baptista, kálvinista, jehovista. De az volt helyből, nem? De hát az volt helyből, nem? Hát mondták neki. Választhatott, szóval bármi lehetett volna, református lett. De az volt, onnantól... az volt neki az Újpest, tehát az első csapat, aminek drukkolt. Igen. Na mindegy, a lényeg az, hogy... Hogy milyen szemétségeket Lengyel csinált. Lengyel Zoltánt most a helyettes püspök felszólította lemondásra, a fülebotját nem mozdítja. Balogh Zoltán. Elérte azt, amire mindig vágyott, lelki vezetője volt Orbán Viktornak, látjuk, hogy mit művelt vele. Most képzeld el, ez olyan, mintha nekem a Tasnádi Péter lett volna a lelki vezető. Egyébként a Tasnádiról csak egy apróság, nagyon jót rögtem. Most kiállt a gyárfás mellett. Kiállt a gyárfás mellett, de közben azt mondta, hogy valamikor megbízta őt az ölje meg, de biztos, hogy ez egyszeri történet volt. Képzeld el. Légyen meg téged a Tasnádi. Bent volt nálam egyszer a televízióban a Zalatnai Sarolta, aki apácának adta ki magát ott néhány percig, és mondta neki, hogy hát a Sitten is így jött, így belülről jött, ez az apáca vagyok, meg minden. És jöttem ki a stúdióval, csöng a mobilon, fölveszem, így, Tasnádi Péter vagyok. Mondom, és mit akarsz? Mondd ez a név valamit, mondd. Mondom. Te eszed a kóserkaját, a Sitten, mondom, ennyi tudok, ennyi hasznod volt abból, hogy zsidó vagy, hogy kapod a kóserkaját. Miért az jobb? Elmondom, hogy a kóserkajának mi a lényege. Tudom, hogy mi a kóserkajának a lényege. Nem, a lényegét nem tudott, ez szerencsétlen. Egy autóversenyen véget ért az aznapi futam, álltam a szálloda bárjánál, kértem egy gin tonikot. Így a vállam fölött áthajol egy kéz, és kivette a kezemből, és beleívott az italomba. Nézem az Ungvári Tamás. Mondom, te normális vagy? Így ment, leültünk, azt mondja, figyelj, kioktatlak. Mondom, igen. Azt mondja, repülőgépen észrevétlenül helyet foglalsz, és akkor már mindenki ül, odaívod a stewardesst, és közlöd, hogy te vallásos, ortodox zsidó vagyok. Vagy. És ha van hely, előre ültetnek a business classra, hogy ne kelljen fejben tartani, hogy hol az a zsidó, akinek kosher kaját kell vinni. És így lehet business classon felár nélkül utazni,
és nem kell a sok paraszt között az. Jó. És akkor a tasnádi business classra ment a... Nem, közölte, hogy hogy beszéltél te a sacival. De várj, és akkor a tasnádinak kintről hozták valamilyen kosaréteremből a kaját? Feltételezem, hogy a repülőgép fedélzetem van. De nem most, nem repülőn ült szerintem a tasnádi. Ja, hogyne? Külön hozták, főztek. Külön főztek, és akkor az jobb volt, meg kisebb volt. Igen. Nem tudom, figyeltek rá. Hát az lenne az egészséges. Tök igaza van. És felhívott az Aratnai miatt, hogy... Igen, hogy nem félek tőle. Tasnáditól? Igen. Mert hogy most haragszik rám. Mondom, hogy nem félek tőled. Te egy pitjelner senki jelzi, magadat gengszternek kiadó fasz vagy. És akkor azt mondta, hogy hát ez egy jó válasz volt, úgyhogy a maga részéről. Ezek az agresszív emberek, mint amilyen te is vagy, azok csak az agresszivitást ismerik el. Én agresszív vagyok. Hát te nem, tehát te egy véletlen. Jó, rendben van, meglátlak, rögtön agresszív leszek. Akkor elmesélem, bár szarul fogom elmesélni, de elmesélem a tasnádival a saját történetemet. Jézus, amikor te kezdesz elmesélni. Aludj már el egy kicsit, Henrik. Aludj el szépen, Henrikkel. Most kinéz a szerkesztőre, hogy aludj el nyugodtan, ő is megengedi. LGT koncert volt, és mentünk a nézőtérre, és oda jött hozzám egy ember, így mentünk be a sorba Friderikusszal. A Nyugati pályaudvarban. Én is ott voltam. Hát minden fontos ember ott volt. Csak úgy szerint. Mondom, várj már, csak már lényeget nem mondod. Jó, mesélj el az A lényeg az volt, hogy felfüggesztették a vonat közlekedést felfüggesztették. Szerintem éppen... Nagyon sokan nem tudják, hogy a tökörült felőli oldalon van egy úgynevezett királyi váró, az gyönyörűen kiglancolták, és mi, te nyilván nem voltál ott, de a VIP vendégek, mi ott gyülekeztünk, és nekünk külön kijárat volt, hogy közelről lássuk az LGT-t. Most mit akarsz? Hát csak azt akarom. A lényeget éppen... elmondtam. Persze, az én történetem erről szólt, igen. Egyébként itt is tévedsz, mert akkor éppen felújították a Nyugati pályaudvar, de nem érdekes. Na, mit újítottak? A királyi várótermet újították. Jó, oké. És én, mint jöttek még vendég, ott mentünk be a sorba, és a Friderikusz ment előre, és egyszer csak oda jött hozzám egy pasas, és a fülembe sugja, hogy egy pillanatig se aggódj, Gábor, egy fegyveresen végig rajtad lesz. Mondtam, majd elment, én leültem. És az első részben én teljesen rosszul voltam. Hát én összecsináltam. Hol ültél? Hát a helyemen. De milyen helyeden? Bementünk így a szektorba, ahová jegyünk nem szól. Nem is volt szektor. A sinek között a pornépoltácsot. Hát a pornépolt, igen. Mi meg ott ültünk a királyi várónál. A királyi váróban, akkor elkülönítettek minket egymást, és kérdeztem a Friderikusztól, hogy ki ez, és mondta, ez a tasnádi, nem kell vele foglalkozni ilyen. Tehát fontoskodott, ő azt akarta mondani, hogy megvédenek minket, hogy egy fegyverese véd minket végig, de én azt hittem, hogy veszélyben van. Tényleg szarul meséltem el. Milyen veszély fenyegetett. Tényleg szarul meséltem el. Hol el a közletem, de... Olyan veszély fenyegette, hogy akkor ő volt az országnak a legnépszerűbb, legnézettebb műsorvezetője, valóban. Miközben te ott ücsörögtél a királyi váróban, persze. Hát hosszan vártál arra, hogy te is ismert legyél, de akkor a tüntetés a Hőség terén, tehát támogatjuk, ugye, teljes mez. Egyébként én nagyon kíváncsi vagyok, mert itt most kiderül az, hogy lehet átkonvertálni a hallgatottságot, meg a népszerűséget valamilyen közügy érdekében. Most segíts, hány százezer követője van ezeknek, meg kikről van szó? Én egyet ismerek, az Azáriát, a hallgatagot. Hát az Azáriának borzasztó sok követője van. Most megjelentetett egy klippet, és már több százezeren megnézték egy nap alatt. De az Ádáméknak, jól van ez így. Milyen Ádám? A tanítványod volt valamelyikük, vagy a Szabó Márton, vagy a Nagy Ádám volt a tanítvány, akiknek a műsorában ott ültél az Azáriával. Ádám, én még a Fresh Wiki-t sem tudom fejben tartani, nem, hogy figyelj, most a Jól van ez így, és a Fókuszcsoport a két legnépszerűbb fiataloknak, értelmiségieknek szóló napi műsor. Minden reggel. És ki vannak akadva? Minden. Hát ők nagyon normális emberek, és nagyon jó a világlátásuk szerintem. Jó, de szerintem, nem neked való, mert szerintem beszéljünk a Magyar Péterről szerintem. Az a kérdés, sokan, mert megy az idő, és a legérdekesebbről. Te, most hagyom, hogy beszélj a keveset, hogy te a Magyar Péter jelenségben, most így mondom, hogy jelenség. Tehát Varga Judit elvált férjet, nyilván mindenki tudja, napról napra újabb és újabb csemegékkel szórakoztatja a népet. Mit látsz ebben a jelenségben, a jelenségnek tartom, a legfontosabbnak? A legfontosabbnak?
Mondom, hogy mit tartok a legfontosabbnak. Egy mondatot, amivel engem a Magyar Péter megvett abban a beszélgetésben, amiről természetesen a saját oldaladon nem az igazságot írtad meg a mi kettőnk reakciójáról, de mindegy, ez lényegtelen. Tehát leült a Partizán interjúban a Magyar Péter, és körülbelül olyan 40-50 percen, amikor már láthatóan nagyon fáradt. Megbeszélték, hogy 45 percet fognak beszélni. Aztán lett másfél óra. Nagyon fáradt, másfél óra lett, akkor volt egy ilyen megingás, amikor úgy gyenge volt, és akkor a Marci persze a saját módján, a Gulyás Marci ostromolta, bevitt neki még kérdéseket, és akkor megkérdezte tőle, hogy, és nem fogom szó szerint idézni, mert vagy nem biztos, hogy pontosan idézem, mert hogy nem találom meg, hogy hová írtam fel, hogy áldozatnak tartja-e Novák Katalint és Varga Juditot. És ránézett a Magyar Péter, és azt mondta, hogy áldozatnak én a Bicskei gyerekeket tartom. És ezzel a mondattal engem ez a pasas megvett, azzal együtt, hogy tudom, hogy ő is egy neres, és azt is tudom, hogy ha azt mondja, hogy az mégsem működik, hogy két család tulajdonában legyen az ország, akkor ő arra gondol, hogy sokkal jobb lenne, ha 1000 család tulajdonában lenne az ország, de én azt sem tartom jónak, hogyha 1000 neres család tulajdonában van az ország. Én azt szeretném, hogyha 10 000 vagy 100 000 tehetséges család tulajdonában lenne az ország, de demagóg vagyok, meg szocialista, meg minden. De én azt írtam, vagy azt mondtam neked, amikor beszéltünk másnap erről, amit te természetesen eltorzítottál, hogy én ezt önazonosnak, hitelesnek találtam ezt az interjút. Azt mondtam neked, és lehet, hogy rossz szót használtam, hogy nem volt benne fals. Tehát én azt érzem, hogy amit ott elmondott, azt ő őszintén gondolja. Most azt, hogy emögött mi van, az egy másik kérdés, de az, hogy ezzel egy nagyon komoly porszem került a gépezetbe, az biztos. Az biztos. Mert nézd meg, hogy már hogy hívják azt a fiút, a Pesti már rögtön reagált rá, és azt mondta, László, igen, rögtön dobozos. Mondta a Pesti László, hogy második fecske, csatlakozz. Tehát igen, és azt sem lehet tudni, hogy a Kálmán Olga elment tegnap nagyon érdekes módon az ATV-be a volt műsorában nyilatkozni, és magázták egymást a Györgyivel, az is egy érdekes történet volt, és Kálmán Olga elmondta, hogy ő tudja, hogy az Orbán Viktor utasította arra a Varga Juditot. Nem, mert ő tudja, a DK kapott a minisztériumból ilyen. Na, hát most már ez az ötödik, adásunk? Sokkal, nagyon sokkal, 9. Hát ennyit még soha nem beszéltél egy húzamban, és hagytam. Na most, pedig hát, na. Szóval lehet, hogy ki tudnék bontakozni előbb. Én nekem az a véleményem, hogy a Magyar Péter hitelessége számomra ott kérdőjelezhető meg, amikor arról mesélt, hogy a választások előtt behívták a Karmelitába, titkos szolgálatokra célozva azt mondta, hogy ott rá akarták beszélni valamire, amit ő nem vállalt el. És akkor nem azt mondta, hogy tessék, a feleségem és az én legbelsőbb magánügyembe ugatnak bele, hogy választások. Mi a tököm köze van ahhoz, hogy én válok vagy nem válok, hogy milyen a kapcsolatom a feleségem, most teljesen mindegy, nem menjünk bele intim részletekbe. Hogy? Menjenek a büdös picsába. Igen, mit képzelnek? A másik, ami nekem nem nagyon tetszett, nagyon korrekten elmondta azt, amit ebben az országban mindenki tud, néhány idióta barmon kívül, hogy itt semmi nem működik Orbán Viktor jóváhagyása nélkül. Se a lopás, se a hazugság, se a karriergyilkosság, semmi. Elmondja, hogy ő a Diákhitel Központ vezetőjeként nem írt alá olyan reklámszerződéseket, nem amelyek... akart aláírni, aztán aláírta. Igen? Igen, így hangzott. Hogy 3-6-szoros túlárazás, igen. És ez a Balási Gyula nevű Rogánféle haver cégének mentek ezek a pénzek, aztán onnan nyilván majd tovább, de most ez nem érdekes. És hogy megjött a kormányzati ellenőrzési hivatal, vagy valami ilyesmi. Igen, de igen. Az nem akkor jött, az de ez ügyben igen, jött? Igen, ez ügyben jött, és akkor fölhívta, ja, lefoglalták a laptopját. Telefonját nem. Telefonját nem, az megint egy érdekes dolog. Igen. És fölhívta ennek a hivatalnak a főnökének, hogy nem lesz ebből semmi, nem is lett belőle semmi. Hogy? Hogy ilyenkor nem rugom föl az asztalt. Nem megyek be Rogán Tónihoz, és nem rugom tökön. Hogy mit képzelsz te, mocsok senkiházi? Hogy nem lophatsz elég pénzt, hogy én nem írom alá a haverodnak, aki milliárdszám viszi el a közpénzt az idióta reklámokra,
óriás plakátokra. És a másik. A felesége, ugye itt megint csak két dolog van. A felesége, mint igazságügyi miniszter jogosítványa volt az, hogy lehallgatásokhoz engedélyt adjon. Elméletileg törvény szerint, igen. Igen. Meg akart szabadulni a megörökölt, tehát az előző miniszter által kinevezett Sádül György, nehogy Sádültől, Völner Györgytől, az államtitkától. Ezt nem engedte Völner Pál, nem engedte Orbán Viktor, majd kiderült, hogy van egy Pegazus ügy. A Pegazus ügy arról szól, hogy egy izraeli fejlesztésű kémprogram segítségével megtudják, hogy te mit telefonálsz, mit üzengetsz, stb. És azt állítja Magyar Péter, hogy a felesége erről nem tudott. Ő azért elvitte a telefonját, és találtak abban valamit, ami nem oda illő, hát nem mondta meg konkrétan, hogy mit, de körülbelül lehet sejteni. Tehát magyarán a Magyar Péter csöpögtet, mesél, mond érdekes dolgokat, amikben sok új nincs, mert mindannyian, aki közel vagyunk mégis a politikához, tudjuk, hogy ezek a mocskos gazemberségek csak és kizárólag az Orbán tudtával mehetnek végbe, és az ő galériájával. Tehát ezekkel a galériáról beszéltem, akik ott ja, a képek, mint, igen, akik a képen megennek, hát tehát a győzelmi mámor, ahol énekelnek, meg mit tudom én, ezek vannak ott. És akkor ez a Magyar Péter egészen addig, amíg bennem ütött ez a kegyelmi ügy, úgy benne volt ebben a dologban. Én nagyra értékelem, hogy most a Rogán Tónit elküldi az anyjába, meg mit tudom én, de valahogy igazuk van, akik ezt a nagyon egyszerű kérdésre. Nem lehetett volna egy kicsit előbb? Nem lehetett volna kiszállni? De ebben igazadon is ezen én gondolkoztam. Nyilvánvalóan ő sem ő is egy megtért gengszter, na hát nevezzük nevén a dolgot, de azon gondolkoztam el, hogy vajon az én életemben nincsenek-e ilyen szeplők. Tehát amikor én élveztem azt, hogy a politikának vagy a hatalomnak kegyeltje vagyok, és bizony az én életemben is van ilyen, az egy más kérdés, hogy volt egy pont, ennél sokkal alacsonyabb. Milyen kegyelt volt, tehát te? Miközben volt neked a politikához? Te autóztál. Nekem az volt a politikához a közöm, hogy Medgyessy Péter miniszterelnöksége idején a Medgyessy nevelt lányának a műsorában. Igen, Tornocki Anitának a műsorának voltam a műsorvezetője. Tehát ez, hát a műsor... ez nagyon komoly. Ez olyan, mint hogy én csutakoltam a cárlóvát, bazd meg. Hát ez ilyen szintű. Szerényen. Tornocki Anita. Szerényen. Szerényen és halkan azt mondanám, hogy bazd meg, teherjék. Egyébként meg a köznek szólóan azt, hogy... A Tornocki Anitát. Komolyan. Szerinted lett volna a Hajdú Péternek meg nekem műsorom a Magyar Televízióban, ha nem az Anita a producer? Nem. Hát akkor meg... Olyan tehetségtelenek voltatok, mint a nap. Hát nyilván kellett az. Csak nálad voltunk tehetségesebbek, de... Nálad. De szerencsétlen. Azt mondta a feleségem, hogy az olyan óvodás, amikor itt azt mondjuk, hogy kinek a papája az erősebb. Na, mindegy. De ezt én voltam a hatalomnak a kegyeltje. Voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtam, hogy nem akarom azt a műsort csinálni, és inkább nem ilyen csináltam. Ilyen gerinces fasz a gyerek volt, aki hát csak ennyire. Tónocki Anita a műsorát nem akarja csinálni. Hát itt esek le a székről. Hát ezt még megvárjuk, hát, és akkor én lekonferálom az adást. Tehát most azt jelenti, hogy megtalálom a témákat, nem tudom megnyitni. Ja nem, az Ágnes, most az egyszer hallgassunk az Ágnesre, mert teljesen igaza van. Van egy nagyon jó, majd ha be kell fejezni, egy befejezni. Az Ágnes az asszisztens, aki szerkeszti ezt a műsort. Bocsánat, András, visszaadom a telefonod, de ezt én nem értem. Azt írja az András, hogy álmodtam egy világot. Nem. Azt sem értem. Ja, magyar írta, de azt sem értem. Milyen magyar? Úgy sem értem. A Magyar Péter kérte, hogy álmodtunk egy világot magunknak, itt állok a kapuja előtt, vagy hogy? Nem értem. Ez egy Cézár. Ez egy Edda szám, nem? Mondd, kit választanál meg ilyenek. De az meg más, az meg Brody. Nem azt mondom, hanem az is egy ilyen. Na. Ja, egyébként, amíg keresed a papírt, elmondom, hogy ezt az egészet úgy írtad meg a te oldaladon, hogy felhívtalak telefonon, és megkérdezted, hogy láttam-e ezt az interjút. És akkor lehülyéztél, mert hogy nekem szimpatikus volt a Magyar Péter. Most a valóság az, hogy beszéltünk egymással telefonon, és kérdeztem, hogy láttad-e az interjút, és mondtad, hogy nem, most nézem.
Csak ennyi. Igen. Semmi, hát ez semmi lényegtelen, csak ilyen kiszerű vagyok, mint a ilyen sértettség. Mindegy, működik nem bennem. Találom. Mondhatok addig egyet? Nem találom, hol van az egészségű? Somogyi Zoltán. Figyelj, Havaserik témáik. Mindenki nyugodtan jöjjön be egyébként, ez ilyen baráti műsor, mindenki, aki itt van, bejöhet. Ágnest is meg kéne mutatnunk a nézőinknek. A Somogyi Zoltán írta azt a Facebookra, hogy a megoldás Rogán Antal legyen a püspök. Szerintem ez szellemes. Na. Gervai András pedig azt, hogy imába szállt a bátorsága. Na, következő. Ez is szellemes. Imába szállt a bátorsága. Ezt mintha Zimon mondta. Egészségügyi téma. Azzal kezdeném, hogy az angol másodosztályban szereplő Sunderland focistája, a magyar szerzőső Callum Stice egy interjúban elmondta, hogy majdnem belehalt egy vakbélgyulladásban. Nem itthon, Angliában. Január 24-én ebédidő körül kezdte el érezni a fájdalmat a hasában. Kínjában feltrengett, később öklendezett. Hány ingerrel küzdött, a barátnője kórházba vitte. Angliában. A rendelőben hosszas várakozás után, tehát déltől, hajnali 3-kor volt CT-vizsgálat. Közölték, hogy vakbelében van gond. Angliában a magyar válogatott srác, aki másodosztályú csapatban Sunderlandben játszik, 15 órán keresztül egy műanyag székben ült, és másnap délben került ágyba. Egyik kórteremből a másikba tologatták. A barátnője elvitte egy magánkórházba, 5 órával később megoperálták, az orvos megmondta, mázlia volt, mert majdnem belehalt. Angliában. Az, hogy aztán a csengeri kislány lázas volt, influenzával hazaküldték, kúrálja magát otthon, elvitték házba, és fogta magát, és a kislány vérthányt, meghalt a nyíregyházi kórházban. Egy táncos, tánciskolában tanult, most bottal jár, futárként dolgozott, egy raktárs 2,5 méter magas volt, 15 kilós dobott rá, oldaltépet megrogyott a lába, a csípője tönkrement, a combcson kiugrott a helyéről, most figyelj, a tatabányai kórházban közölték, hogy 4 év múlva tudják TB alapon megoperálni. Azért tartottam fontosnak, hogy a magyar válogatott Angliában, tehát magyar számosú játékosa 15 órát ült Angliában egy műanyagszékben, Magyarországon 4 évet kell várni egy fontos műtétre. A tüdőgyulladásos kislányt látta, 3 orvos mégis meghal, hogy nem magyar specialitás, legyünk őszinték. Nem magyar, az, hogy mondjuk Pintér Sándor felügyeli az egészségügyet, mint miniszter, ez tényleg a teteje mindennek. Az, hogy például, amiről már beszéltem, és ezzel be is fejezem, majd te folytatod, Tajtótfaluban volt a sürgősségi, most a Pest megyében vagy Szentendrére, vagy Vácra kell menni, hogy kerülsz oda, az egy másik kérdés, hogy a mentő hogy tud egy egész megyében ide menni, oda menni, rejtély. Tehát sehogy. Katasztrófa. Nem rejtély. De ami Angliában is van, magánkórházban, ott megoperálnak. Jó, de azért ezért mondom, hogy ne bosszants fel magad, mert nincs, aki elvisz a kórházba, hogyha kapsz egy sztrókot például, mert az nagyon hamar oda kell jutni. Te jársz Jaguárra. Most ennek mi köze van az, hogy mivel járok? Hát elég szar egyébként a Jaguárban hátsó ülésen. Ültem én a Jaguárban hátsó ülésen. Hát, annál kényelmetlenebb nincs. Te, és figyelj, és vakbélgyulladásom is volt, képzeld el. Volt neked vakbélgyulladásod? Nem, én normális volt. Aha, az nagyon fájdalmas dolog, az a vakbélgyulladás. 6 éves koromban volt, és mai napig emlékszem rá. Borzasztó volt. Szóval a brit egészségügy sem tökéletes. Például a francia egészségügy a sokkal jobb, mint a brit. Hogy vannak barátaim, akik Nagy-Britániában élnek, és beszéltünk erről, vannak, akik Franciaországban. Jaj, ez nagyon érdekes. Igen. Itt olvasom. Az ügy előtt, amikor az alkotmánybírósághoz küldte az állami kezelésben álló kastélyok magántulajdonban adását lehetővé tévő Lázár által beterjesztett törvényt a Novák Katalin. Mit írt ez a fátszámvadász? A Lázár haverod? Lázár. A rossz hiszemben értelmezem a döntést, gyávaság és régi kommunista reflexek vannak mögötte. Mondta ez a senkiházi fátszámvadász undormány
figura. Én elhatárolodom, miniszter. Érdekel, legalább láttad már, hogy néz ki? Nem értek egyet vele. Tudom, most mondod, egy gyönyörű vizsla mellett áll, beöltözve a semmilyen vadászruhájába, puskával, és hülyén néz maga. Mire mondta Lázár? Ezt mire mondta? Melyik? Hogy kommunista reflexek működnek a Novák Katalinál, hogy visszaküldte alkotmánybírósági kontrollra. Ja, a az ő törvényét, a kastély ajándékozást. Igen, hogy az állami kastélyokat... Egyébként azért amellett sem menjünk el, hogy ez a Magyar Péter ezért, ez ki van akár még tanácsadója is lehet, és hogy adta elő? Lehet, hogy a Lázár ember arra célzol? Nem, hogy adta elő? Hát a Lázár egy senki házi. De lehet, hogy a Lázár ember azt hogy, nem, azt akarom mondani, hogy a Magyar Péter sehova nem jön a Lázárhoz képest, mert mit adott? Megyünk a kocsival, három gyerekek van, a gyerek megkérdezi, hogy mert a gyerekek ilyenek, hogy kinek a tulajdona ez a szálloda? Gellért szálló, igen. És föl lehet sorolni, igen, hogy a hat legfontosabb Sofiteltől kezdve, az mind a Tibor Pistáit. Tudjuk, aki Demizsonnal jár, hogy mindig tudjon önteni az Orbán az Viktor miniszterelnök úr. Veje. Orbán Viktor miniszterelnök úr. Igen. Na most azt el tudod képzelni, hogy visszem az unokákat, vagy te neked nem, nincsenek. Nem, nem, és azt mondja, kinek a tulajdona? Nem, erre nem, a második kastélyban, a második szádánál is. Na és ez? Hát ugyanaz. Igen, ez volt a fals. Igazad van. Ebben igazad ez egy rossz kamulduma. Igen, de csak eljutottunk a Tibor Pistáig, aki válaszol, hát ő nem. Nem akar politikai szereplő lenni? Nem akar politikai szereplő lenni, hogy nem szakadna rá az ég. Szakadjon már egy kicsit szakadjon az szakadjon már rád, de csak akkor, amikor nincsenek ott a gyerekek, világos. A unokák, mint meg hát egyébként is csak ázzon meg marhára. De figyelj ide, de abban teljesen igazad van, hogy ezt nem így kellett volna eladni. Nem, ez nagyon rossz. Hanem mert azt úgy kellett volna eladni, hogyha megkérdezne a gyerekem, hogy ki ez a szálloda, akkor mindegyiknél mondhatnám, hogy ugyanazé. Hát ezt rosszul meséltél, igen. Ez volt az egyetlen fals az egész beszélgetésben, ebben tök igazad van. Nem tudom, nézek a szerkesztő barátomra, Andrisra, hogy még 5 perc van. Jó, akkor még egy... Hát egy már nagyon... neked van valami témád, nem szokott lenni, de neked már olyan, ami érdekes. Szokott lenni, de kidobott. Mert az a különbség, amit mondtam, hogy én olvasom az újságot, megveszem, te pedig ezen a nyálas laptopon kergeted az érdekességeket. Igen, de nem tudom, hogy volt-e olyan hír, amiről én nem tudok. Rengeteg. Mostanában, jó. De az a második világháború története volt, nem? Hát a lengyel támadás volt. Na figyelj, nagyon-nagyon vicces. Na. Tömegverekedés tölt ki a Bamako ralli záró bulián. Abszolút nem érdekel. Tudni a Bamako ralli? Hát részeg barmok. Egy magyar srác neki ment a szervek asztalának, nyilván picsa részeg volt. Földöntötte, a sör kidőlt, vagy a mi a szerv pálinka? Mit tudom én? Hát én tudom. Mindegy. Akkor mondd. Valami raki, vagy valami az albán. Mindegy, tök mindegy. Na, és jó, hogy tudod. Összeverekedtek kész, és ott egy csávó azt mondta, hogy a polgárháború óta ekkora bugyot még nem látott. Ez nem egy csávó, de ez nagyon jó szöveg. Azt mondta a Villám Géza, aki egyébként a Szabó Gál András, aki ezt az egészet szervezi, nagyon... Műsorvezető, egy állati tehetséges humorista. Magyarországon. Nem tudta ki a Villám Géza? Na. Te a saját híreiden kívül semmi más nem olvastál soha? Baromi tehetséges srác, de már 50 körüli. Hát elég és nekem azt mondta, a helyek elmondták nekem, az elég neked. A helyek elmondták nekem, hogy a polgárháború óta nem láttak ilyen súlyos verekedést. Azért ez szellemes, nem? Nem. Akkor nem. Akkor mondok egy másikat. A közrádió rendszeres műsorvezetője lett Csák János. Meghallgattam a felét. Igen? És aha, milyen többet nem bírta. Hát te... A pasas... Csák János a miniszter. Csák igen, kultúrás miniszter, kis pörge, bajszalon, mollos volt, meg minden, igen, ahova igen. Küldték. És most éppen kultúrával foglalkozik. Hát, na. És te, egészen tűrhetően felolvastam, hogy fölírtak neki kérdéseket. Egy neurológus professzor, azt hiszem Hongkongból jött haza 12 év után, ő vezeti a kutatóhálózatot. És tök normálisan kezdődött az egész, és akkor bazd meg, jó. A magyar észjárás. Hol vannak ez a kínaiak? Meg a hongkongiak? Meghallgattak egy előadást, és nincsenek kérdések, de a magyar észjárás, a raffinációnk, az észjárásunk, ami életben tartott minket. Nem akartam elhinni, hogy ez a nyáltól csöpögő szart két normális ember el tudja adni. Mert erre én azt mondom, hogy annak idején Lezsák Sándor azt mondta, hogy a legtehetségesebb nép a magyar. Erre én, de mit kaptam ezért, ne tudd meg. Én azt mondtam, hogy biztos, hogy ők a legtehetségesebbek, de én voltam Afrikában. És láttam a busmanokat.
teljesen egyedül egy szál náddal mennek a sivatagban, és megtalálják a vizet. Hol vagyunk mi ettől? Szimatolnak a homokban, leszúrják a nádat, és már jön is a víz. És akkor a mondjad már, inuitok, na, ez mindenki téged zavar. Nem, eszkimok. Inuitak, hát ők hívják magukat. Nem értek, nem kell tudnod. Na, a lényeg az, hogy volt egy nagyon jó film egyébként, egy oszkárdias film. Órákon keresztül tudnak állni egy lék mellett egy csákjával, jön a fóka, belenyomják kész. Hol vagyunk miértől? Hát ne hülyeskedjél már. Ha nem hozzák nekem elég gyorsan ki a Kentucky-ban a kaját, már ideges vagyok. Egy eszkimó, az igen. Tehát jó, magyarán ez a két szerencsét... Nem rólad beszélt, hanem a magyarokról. Én, amikor a riporter stúdióban elkezdtem a rádióban, liberális, azt mondták, hogy egy szellemes, irodalmi szintű önéletrajzot mondjak, úgy kezdődött. Apám sváb volt, anyám tót, én már magyarnak születtem. Na? Hol vagy te ettől? Én sehol, de a Bödöcs írt egy nagyon jót a legújabb könyvének a főszövegére. Hát a Bödöcsöt elkezdtem olvasni, dögonalom. Azt írtam. Hát a Karinti írt ott, hogy így írtok ti. Most szegény Bödös is belevágott. Nem kellett volna. Zseniális a Bödösnek az így írtok. Színpadon jó? Ott is. Te nem ismered azt az eredeti művet olyan mélységben, ahogy kéne. A Karintit. Nem a Karintit, hanem amiről a Bödöcs írt. Tehát ott is de mindenféle... 10 oldal, amíg eljutottam. Ja, na, nem is tudom, hogy mit akartam. Ja, tudom, mit akartam mondani. Még egy komoly dologgal zárjuk. Hogy most kezdtek el megjelenni csütörtökön azok a cikkek, hogy milyen módon kötődött Orbán Viktorhoz annak a bicskei Vásárhelyi Jánosnak az egyesülete. Jancsi bácsi, aki elutalta, akit elítéltek pedofil. Tehát a valódi pedofil, az hogy kötődik ehhez a bicskei polgári körhöz? Tudom, 2002-ben választási gyűlés tartott, igen. Jancsi bácsit megígérte, de most őszintén, itt beszélgetek veled. Igen. Hát tudom én az előéletedet? Tudom én a te szexuális preferenciádat? Nem tudom. Én tudom a tiéd, és mégis beszélgetek veled, én vagyok a hülye. Tehát csak magam mentegettem Orbán Viktort. Honnan tudta volna azt, hogy az öccse, aki ugye birkózó, a Németh Szilárd büfkörében van, ismeri ezt a többféle sportágban járatos Árpi bácsit. Nem Árpi bácsi, János bácsit. Honnan kellett volna tudni? Jaj, meg a másik bácsi, hogy hívják azt? Endre bácsi. Az ügyvédem megküldte egyébként azt a ilyen vastag. Kinyomtatta az árnyas, de ma reggel kapta, meg nem volt időm elvasni. Azt a kúriai anyagot, ami alapján a 444 leleplezte ezt a bulit. Hát figyelj, én csak belenéztem ezekbe az iratokba. Hát ez egy mocskos gazember, ez az Endre bácsi. Hát ez akkora mocskos gazember, hogy valami hihetetlen. Borzasztó, sokkal több, mint amennyire büntették eredetileg. Igen, hát sokkal ennek súlyosabb. Ugyanit kellett volna kapni, mint a János bácsinak. Hát, tudom, mit akartam mondani, a legfontosabb. Szóval az hogy van? Azért azt ne felejtsd, az elején hagytalak 5 percig beszélni. Jó, de az hogy van, hogy a miniszterelnök kiáll, abban az egy rövid üzenetében, amiben elmondta, hogy alkotmánymódosítás, ami egy nonsens szerintem, de te vagy a jogász, és azt mondja, hogy ha az én gyerekemről lenne szó, akkor felnégyelném, misztibe ketté, és ha más gyerekéről van szó, és ha egy állami gondozott gyerekről, akkor az le van szarva, akkor kiengedjük a János bácsit, a Jancsi bácsit, minden. Ha az ő gyerekéről, akkor nem. Tehát ez a kettős mérce, hogy a Fideszből nem lehet kibeszélni, 11. parancsolat. Ha a Fideszesről van szó, azt megvédjük, egyébként meg ha az én gyerekemről, azt miszlik be. Milyen jogértelmezés ez? Milyen európaiság ez? Nagyon milyen kultúra ez? Borzasztó. Hadd fejezem meg egy percben. Fejezd. Én már befejeztem. Nagyon sokan beszélnek az állami gondozó gyerekekről, nagyon kevesen ismerik őket. Én annyit tudok, hogy a keresztapám még rendszeresen fogadtak nyáron egy-két hónapra állami gondozó gyereket, hogy pátyolgassák, nyaraltassák. Ennyit tudok. És van egy személyes élményem. Kovalik Márta volt a mentorom a rádióban, és a pályám legelején azt mondta, Henrik, Ercsiben 6 gyereket vittek állami gondozásba úgy, hogy a rendőröknek könyvgázgránátot kellett bedobni az ablakon, hogy ki tudják hozni a gyerekeket, mert elbarikádozta magát a papa. És nem romák tette hozzá. Elmentem, a gyerekeket mind elvitték,
és a rádiós kocsival sorban egy gyámügyes lány kísérletében megkerestem azt a hadgyereket. Még most is meghatódom, és majdnem elsírom magam. Amikor a gyerekek megtudták, hogy értük jöttek, képzeld el, hogy rohantak az kapuhoz, nyakamba ugrottak, és azt hitték, hogy magammal viszem őket. Hát én lelkileg enyhén sérülté váltam, és azóta is, hogy eszembe jut ez a jelenet, hogy hat gyerek, és egyet se tudtam magammal vinni, hát bőgni tudnék. Azok a kis gyerekek olyan 4 évestől 8 évesig, vagy 10 évesig, szörnyű. Szörnyű. Nekem egy nagyon jó barátom anyagilag támogatta ezt a bicskei gyermekotthont nagyon hosszan, és amikor ez az ügy kirobbant, akkor teljesen összeomlott. Mert azt hitte erről a Trógerről, erről a Endre bácsi, meg a János bácsi, hogy ezek rendes gyerekeket segítő emberek, és nagyon sok pénzzel támogatta őket, és összeomlott. Hát, hogy a végén legyen egy vidám perc, telefon, SOS gyermekfaló. Havas úr, maga évek óta havi 2000 forintot a bankja utal az SOS gyerekfaló számára. Nagyon nagy az infláció. Nem volna kedve. Mondom, de persze 25%-a. Már megtettük, csak szóltunk. Nem szóltad. Ezekkel az a baj, ezekkel a támogatásokkal. Mivel? Mi a baj? Hogy én nem adok senkinek támogatást, mert nem tudom, hogy mennyit tapsolnak el működési költségre. Mennyiben jár a kuratórium elnöke? Nem, ez hülye demagógia. Csak annak adok, azt na persze, most hagyd ezt a hülyeséget, neved el az emberek kedvét, jó? Hagyd már abba! Nagyon meg kell nézni, hogy rálátsz-e arra a szervezetre. Nem mondom, hogy egy rossz ember vagy, de annyira hülye. Hát pont ezekkel befejezni, hogy ellopják egy részét. Hát mindennek ellopják egy részét. És ez így jó? Nem jó. Na. De hát ebben egy normális emberrel kéne beszélgettem, te jutottál. Hát most ez egy ilyen világ. Kész. Van remény. Nincs orvosi ügyelet, van remény.